Az NB1B zöld csoportjából feljutó Budafok fogadta a tavasszal még élvonalbeli Nyíregyházát, igaz, mindkét csapat játékos kerete átalakult a nyári szünetben. Egynegyed után 6, a nagy szünetben 3 ponttal vezettek a vendégek. A negyedik játékrésznek már hazai előnnél vágtak neki a csapatok, a meccs végén pedig a Budafok örülhetett 10 pontos győzelmének. Az egész biztos közvetlen utána is és később elemezve is megállapíthattuk, hogy energia szívük lelkük a srácoknak benne volt, tehát semmiképp nem ott keresendő. Ugye itt egy új csapatot építettünk, és nagyjából egy hónapja dolgozunk együtt, teljesen új szisztémában. Úgyhogy sokkal inkább ott keresem, hogy abban, hol finomítsunk. Illetve ugye mindig egy bármilyen vereségnél, bármilyen sporteseménynél azért mindig vizsgáljuk meg, ki volt az ellenfél. Nyilván egy kevesebbet edző csapat, de hogyha egyesével megnézem a játékosokat, mindenhol ott vannak első osztályból rutinos játékosok, amit ugye elterveztünk, hogy rájuk erőltetjük a mi ritmusunkat, és akkor is, hogyha teszem az bizonyos szituációkban, ők rutinosabbak, vagy jobbak döntéshozásban, akkor is feléjük tudunk kerekedni erőnlétben. Na, ezt nem sikerült megvalósítani. A nyíregyháziak szombaton ahhoz a Jászberényhez utaznak, amelyik a nyitófordulóban 17-3-as dobva 104-86-ra verte a TF Budapestet. Remélem, kidobták magukat múlt héten. Viccet félretéve, tehát beszéltük is sokat egymás között, meg ez nem is nagyon megtitok, nincsen már gyenge csapat. Sajnos vagy nem sajnos, egyrészt sajnos vagy nem lehet úgy elmenni idegenbeli mérkőzésre, hogy egyértelműen győzni fogsz, mint ez jó pár évvel ezelőtt azért volt egy-két csapat, aki azt mondom, hogy sokkal gyengébb játékerőt képviselt, és szinte biztosra mehetél elnök a győzelemre. Most már nincs ilyen, úgyhogy Jászberény is egy jó csapat, nem feltétlen tartoznak a legfőbb bajnok esélyesek közé, de mint láttuk, itt bárhol meg lehet csúszni, úgyhogy szeretnénk folytatni azt, amit elkezdtünk. Nagyon sokat dolgozunk a héten is, de már vasárnapra elfelejtettük, vagy szombatra elfelejtettük az egészet, és tegnaptól elkezdve új ötelőre vágtunk neki a melónak. Jó a hangulat, amennyire lehet, de fókuszálunk, és szeretnénk nyilván győzelemmel hazatérni, de nem lesz könnyű. A második forduló további párosítása a következő, Salgótarján TF Budapest, Újbuda Mavc, BKG Prima Akadémia, Óbudai Kaszások Cegléd, PVSK Deac 23, Vasas Akadémia, Meavc Miskolc és Fót Budafok.